Szevasztok srácok, itt ismét Damien eljött az ideje, hogy kibontsuk a Guardians of the Galaxy ö, csomagot, amit már bevallok, Bevallom, hogy szintén már nagyon vártam, mert én szeretem a Marvel filmeket, a Marvel univerzumot, és hát logikusan hozzátartoznak a srácok is, már mint a Galaxis őrzői. Most próbálom kideríteni egyébként, hogy hol nyílik ez a csomag, mindjárt kiderül. De a lényeg az, hogy. Tehát már régóta vártam ezt a csomagot, és. Na hát ez nagyon szép. A dolog lényege a következő, most végre megérkezett, és ki tudjuk bontani, meg tudjuk nézni. Egyébként nem tudom ti, hogy vagytok a Marvel filmekkel, vagy effektíve ezzel a sorozattal, írjátok le kommentbe. Na de nézzük a dobozt, már első pillanatra láthatjátok, hogy ez egy nagyon-nagyon csili vili holografikus, minden színben pompázó csomag, nem is csoda, hiszen az űrlord, ugye, hát tudjuk jól, hogy ő még a kazettás vókmenes időszakban ragadt, és szerintem ez a fajta színezés is azt a, ezt a múltat idézi. Megmutatom közelről így egyébként a csomagot, ott van is egy kazetta, Theory 11 Guardians of the Galaxy Marvel Studios Studios. Ö, oldalt, szintén Guardians of the Galaxy, ö, ugyanaz, alul ugye a megszokott logók, stb. A hátoldal az így néz ki. Üh, igazság szerint szerintem ott vannak a, a szereplőink, tehát minden szereplőt szerintem vagy, aki próbálom így megmutatni nektek. Minden szereplőt felismerhettek, megtalálhatjátok, és fölül pedig egy lezáró matricával, amit most megpróbálok szépen felszenni, drukkoljatok. Hogy szépen sikerüljön. Ö, nagyon utálom, amikor a lezáró matricának ilyen kör alakja van, mert ezt lehet a legnehezebben fölszedni. Nincs egy sarok, amit meg lehet bontani, de ezt most úgy nagyjából sikerült. ú, deragad, 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 isten deragad. Na de nézzétek, így meg tudom mutatni. Így néz ki egyébként a lezáró matrica. Ezt így is hagyom. Kibontjuk a csomagot nagyon szép csillogó villogó, itt is nézzétek meg csillogó villogó, tehát aranyfóliás dolog, Üh. és akkor, pak. na ezt egy kicsit félre rakjuk, belül van valami, a sötétségen kívül semmi, mint a mély űr, sötét űr, de jól néz ki ez a doboz. Na, félre rakjuk a dobozt, nézzük a kártyát. Mexico Theory 11 minőség, ezt nem is kell ecsetelnem. Hátlap design. Na, mutatom a hátlap design. Nagyon szép kék színekben játszik egyébként. Kék, ti pont nem látjátok, szerintem a felvételen annyira nem látszik, de a kazetta... A kazetta, a figurák, meg itt a belső rész az lila. Tehát én itt, kezemben látok ö, fekete kerettel ezek a sárgákat azt látjátok lilák, lila és ö, van ilyen fura kék szín is benne, tehát hát, nem tudom, hogy mennyire láthatjátok vagy mennyire látjátok, én több szint látok de nem tudom a felvételenez, hogy fog visszajönni, minden esetre így néz ki a hátoldala, szerintem egy nagyon pofás hátlapot sikerült csinálni neki, olyan, kicsit olyan ö, retro, kicsit olyan galaxisos, kicsit olyan, nem is tudom, ö, olyan szintipop világszerű dolog. Hát pont amilyen a a galaxis őrzői. Ilyen szkifis picit. Na de nézzük az elejét. Ho -ho, nagyon jó nézzétek, a Joker, rögtön a kazetta, az f some Mix Wall One, tehát a, a csodás mixnek az első része, ez a Jokerünk, és hát egy kicsit bekapta a szallag. A másik, hát ez micsoda? Na várjatok, ez, ez, ez a hajó, vagy ez a mi? Sértelen ez. Ti látjátok, mi ez? Rosszul fogom? Így? Hát ezt... Ha megöltök, se tudom most ez hirtelen micsoda. Mintha egy öv lenne. De nem, ez valami... Hát... Na mondjátok meg ti! Én esküszöm most ezt így hirtelen nem tudom ez micsoda. Lehet, hogy én vagyok a, a tudatlan. Na írjátok le végre valami, amit leírhattok, mert tényleg nem tudom, ez most hirtelen micsoda. Na nézzük! Ász! Hát logikusan a szereplőkkel, Guardians of the Galaxy szereplőivel, jó pofa, Ilyen, ö, nem az a full részlet gazdag dolog, hanem kicsit olyan stilizált egyediek ugye a jelölések, ö, kisebbek a szokásosnál. Az indexjelölések, tehát a jelölések, a skifis számokkal. Na, és akkor nézzük. Hát igen, a szereplőket, hát őket, őket föl fogjuk ismerni mindannyian, mert hát hál' Istennek ez azért fölismerhető. Ja, ez a nép, nem tudom mi volt a nevük, de ultra-ultra gázak voltak az okostónik. Itt van a Pik királyunk. Olyan nem az a megszokott teori rajzok szerintem, nem? Vagy mi, mit, mit gondoltok? Grú, én vagyok grú. Tehát nem nem az a megszokott rajzok, de tetszik, tehát nem rossz. Káróászunk. Hát a káró szimbólumot annyira nem kell ecsetelni, hogy, hogy milyen. Hát láthatjátok, ezek is kisebbek, mint a izé, de Bobby. Dámánk. Legalább hűek voltak a dámához, mindig ilyen női karakterek. Karaktereket raktak. Kicsit fura lett az ő feje, nem? A filmben sokkal cukibb volt, ha lehet így fogalmazni. Trex, így a király, természetesen a Káró király. És milyen furcsa, észrevesztek valamit? A kör király szokta magát fejbe szúrni, nem? Uh -huh. Valaki biztos észrevette, valaki biztos már mondta magába, hogy de hát fejbe szúrja magát, nem a körkirály szokott, de a körkirály szokott. Igen. Na itt van egy treff királyunk is. Itt van egy szintén egy treff dámánk. A jó útra tért hölgyeménnyel. Még jó, hogy nem nincs a feje úgy szétnyilva, mint a végtelen háborúban. be volt szétnyilva a feje? Ez meg a fater? A Trev vagy a Trev Bubin? A... Hogy is hívták őt? Nem tudom, hogy hívják. Ő volt az egész bolygó, ő volt, tudjátok, a űrlortonak a faterja. És a, ezzel a labdával játszadoztak, emlékeztek? Azt hiszem, az a második részben volt. Na mindegy. Át a treffek azok ilyenek. Láthatjátok. Ezen nincs nagyon mit. Na milyen, ki lesz vajon, lehet tippelni. Lehet tippelni, ki lesz vajon a Treff Szerintem, szerintem Treff Ászon, aki zöld csajra tippelek, de nem tudom. Nem? <laughs> nem is tudom miért. Hát, meglepő választás, de vicces. Maradjunk ennyiben. Maradjunk ennyiben. Na, a körkirályon, űrlordunk, nem lett öngyilkos, de legalább nézzétek, maszkal maszk nélkül, a többieknél is volt ilyen váltás, várjatok, csak úgy megnézem, nem. Tehát például Rexnél nem volt, nem. Itt vetették be először ezt a dolgot, na hát a dámák, igen, hát sejtettem, hogy inkább ide rakják, nála sincs ilyen fordított valami, csak, na mindig. Tududum és a bubink. Hát szegényke ő nem élte túl a kalandjainkat, de hát Istenem. A kör, az pedig ilyen, a szívek. Na de vajon ki lesz a kör ászon? Mindjárt kiderült. Hát igen, ő kimaradt. A tor mit mondott mindig rá? Nyuszi? Azt mondta rá, hogy nyuszi? Ja, mozsó de hát ő van a körászunkon, logikusan. Milyen kis vicsori. Mérges, mérges van. Na, és hát... Reklámkártyák. Össze lehet ragasztani, akkor lesz egy double backerünk. A teóri nem tud fiori nem tud így leszokni a reklámkártyákról, tehát ők, a, nem, inkább, inkább, ők nem a bűvészeknek most már, tehát nem a bűvészeknek gyártják ezeket, mert akkor logikusan trükkös lapok lennének, inkább gyűjtőknek gyártják ezeket a kártyákat, és ezt ö, nyugodt szívvel kimerem jelenteni, mert, mert tényleg, mert igazából az ő kártyáikon már nincsenek, ö, ö, mondjátok már... Ö, trükkös lapok, tehát az ő kártyáikon már már, már nem használnak trükkös lapokat, nem, nem raknak bele jóslatokat, ilyesmi, ez inkább ilyen gyűjtői dolog, ettől függetlenül a kártyáik minősége bűvészkedésre tökéletesen alkalmas, tehát félreértés ne essen, tökéletesen alkalmas, de trükkös lapok hiány az érezhető, de látjátok, tehát még fározni meg, Óriás legyezőzni mindent, ezeket tökéletesen lehet a kártyáikkal. Na, srácok! Ez volt a Guardians of the Galaxy kártyánknak a bemutatója, ami szerintem a sorozatnak egy méltó darabja. Igazából a teori megszokott teori minőség, tehát nem tudok más mondani rá, mert, mert ugye ezt szoktuk meg e, a teoritól, hogy ilyen típusú kártyákat csinál, szinte már e, felismerhető, tehát hogyha már egy, egy láthatamba egy kártyát, ami nincs ráírva, hogy Theory Eleven, már a design alapján nagyjából meg lehet mondani, hogy ők csinálták. E, ez így van a Guardians of the Galaxy-val is. Van még egy kártya, amit ki fogunk bontani a közeljövőben, Kíváncsi vagyok, hogy ott is ezt fogjuk etetten érni. Az egy nagyon durva, azt nagyon régóta vártam, hogy beszerezzem azt a csomagot magamnak, de majd meglátjátok, hogy melyik is az, de azt hiszem tudjátok is. Remélem, 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 akkor is majd velem tartotok majd. Minden esetre, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni semmi, és találkozunk a következő videóban, addig is legyetek jók, szevasztok!